Autoimmun betegek számára kiemelten fontos, hogy felvegyék a koronavírus elleni védőoltást és megelőzzék a betegséget, ezt mondta a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető immunológusa az M1-nek. Kovács László hangsúlyozta, hogy a COVID-19 vírus nem csak a tüdőt, hanem az idegrendszert, a bélrendszert és a szívizmot is súlyosan károsíthatja. A betegség az egész szervezetet érinti, ugye klasszikusan egy felső légúti vagy légúti vírusnak gondoltuk, de most már kiderült, hogy az idegrendszert vagy a gyomorbélrendszert gyakorlatilag ugyanilyen arányban, vagy a szívizmot, az erekfalát betegíti meg, úgyhogy nagyon sok olyan alattomos tünet van, amikor esetleg azt gondolnánk, hogy már túl van a beteg a Covid-on, és utána derülnek ki még másodlagos szövődmények.